arról szól, hogy akkor a délutáni etap előtt fogok egy órát beszélni, 50 percet, 60 percet, körülbelül így az elfogadás, hogy az így mi. És ugye az előadás címe is ez, hogy mindenki másképp csinálja kvázi az elfogadásról. Ugye személyiségtípusokról lesz majd egy szó, és hát nyilvánvaló sokféleséggel fogunk majd találkozni, az emberek sokféleségével, és hogy tudjuk egy olyan szellembe hozzáállni majd, hogy nincsen olyan, hogy jó meg rossz, hanem olyan van esetleg, hogy ilyen és olyan. Tehát, hogy mások másmilyenek, nem jobbak vagy rosszabbak, nyilván ezt a szemléletet nehéz így elsőre magunkévá tenni. Arra fogok most törekedni, hogy inkább egy ilyen frontálisan elmondom azokat az ilyen fő gondolatokat, amiket hoztam, és úgyis lesz majd a mai nap végén lehetőségünk beszélgetni. És akkor, hogyha nektek is kérdések megfogalmazódnak, akkor bátran majd tegyétek fel, akkor legyen róla szó. Rövid kis sztorival el is kezdeném a prezimet. Arról szólna, ez a rövid kis történet, azt egy Pálferi előadásról hallottam. Pálferi mesélte el, lehet, hogy rá még fogok itt ma hivatkozni. Azt mondta, hogy ő és másik pszichodráma vezető, mert ő elvileg pszichodrámával is foglalkozik, egyébként én is, egy nagyon jó módszer, tehát így lehetőségünk van egy kicsit közelebb kerülni magunkhoz ott is, hogy egy ilyen pszichodráma vezetés után, az vezetés ott az mit jelent, hogy te kvázi, mint vezető végigviszel egy embert egy önismereti úton, és akkor ennek során feltárod az ő elakadását, próbálsz neki segíteni abba, hogy megértse saját magát, vagy kapjon új szempontokat az ő elakadásához. Na és hogy egy ilyen vezetés után ő is a vezető társa leültek, és hát na pontosan nem tudom, hogy ki kérdezett kicsodát, de egyikük megkérdezte a másikat, hogy na, hogy tetszett a vezetésem? És mondta, hogy olyan nagyon zseniális volt, azok a módszerek, amiket bevetettél, elképesztőt. És kérdezte, viszont kérdés jött, hogy oké, akkor még azt mondd már meg nekem, hogy mit csináltál volna másképp? Mindent. De egy picit az elfogadást így szeretném nektek is bevezetni, hogy lehet a dolgokat másképpen is csinálni, és az lehet ugyanúgy rendben. Most azért nehéz ez szerintem, mert már az elfogadás szerintem sok esetben, mert ahogy a tranzakcióanalízis is mondja, ez egy ilyen pszichológiai megközelítés, ami tagolja a bennünk élő ilyen éneket, ugye van mindenkiben azt mondja például a szülői én, van bennünk felnőttén, van bennünk gyermeki én, hogy valóban esetben bennünk élő gyermekén énünknek vannak sérültebb részei is. És az egyik ok szerintem amiatt sokszor a sokféleséget, vagy a másságot, hogyha ezt így mondanám, például nem tudjuk elfogadni, az például ez is lehet, hogy a sérült gyermekünk átadja valamilyen fajta érintettséget, akkor, amikor elutasít, vagy kritizál valamit a környezetében. És nyilván lehet ilyen evolúciós okokkal is magyarázni, például a mássághoz, hogyan lehet rám nézve fenyegető, de ez például szerintem egy fontos ilyen bevezető gondolat, és majd hogyha itt lesznek példák, akkor talán közelebb tudom számotokra is hozni, hogy mit jelent mondjuk nem elfogadni, és mondjuk miért nem tudunk mondjuk adott helyzetben valamit például elfogadni. Azt is fontosnak tartom tisztázni, hogy vannak olyan fogalmak szerintem, amiket sokszor az elfogadással szoktunk így összemosni, vagy összekeverni. Az egyik ilyen fogalom az például a beletörődés szokott lenni. Beletörődés alatt szoktam kicsit azt érteni, amikor van egy olyan élethelyzetünk, amitől mi szenvedünk, ami nekünk egy érzelmi fájdalmat okoz, és azt mondjuk, hogy hát én ezzel nem tudok mit kezdeni. Ennek a helyzetnek valahol az áldozata vagyok, nincsenek eszközeim, hátralépek, és beletörődök abba, hogy akkor ez nem lesz jobb. Ez például egy tipikus egy olyan fogalom, amit az elfogadással mi azonosítani szoktunk. Aztán ilyen hasonló fogalom az egyetértés. Az, hogy valamit elfogadok, az nem jelenti azt, hogy egyetértek vele. Például, hogy én elfogadom azt, hogy van olyan ember, aki érzelmileg mondjuk fejletlen, és az ő készségei, tudása mondjuk nem elegendő ahhoz, hogy mondjuk egy gyereket harmóniában felneveljen, hogy én ezt elfogadom, ezt a tényt, az nem jelenti azt, hogy egyetértek azzal, hogy veri a gyerekét, mondjuk. És azt szoktuk gondolni, hogy pedig akkor, ha
én egy ilyen embert elfogadok, akkor őt felmentem. Hát dehogy mentem föl, pont ez a lényeg, hogy nem mentjük föl, csak megpróbáljuk esetleg azt a mögöttes érzelmi tartalmat. Először is ugye megérteni, más szempontból pedig elfogadhatóvá tenni saját magunk számára. Érdekes egyébként maga a szó is, hogy fogadás. Tehát olyan, mintha valami passzív ilyen minősége lenne ez a létünknek, az az elfogadás. Tehát, hogy mintha ezt nem csinálni kéne, hanem úgy hagyni. Tehát, hogy nem egy aktivitást igényelne, hanem inkább egy szemlélődést. Például van ez a mindfulness nevű megközelítés, ez egy ilyen meditációs módszer, gyakorlatilag egy ilyen stresszkezeléshez is szokták használni, szokták oda depressziósoknál is alkalmazni. Igazából nagyon egyszerű, a buddhista hagyományokból vette át ezt a nyugati pszichológia, ezt a megközelítést, és valahol pont egy ilyen szemlélődő, ilyen éber, ilyen működéssel próbálja az embereket tanítani, tehát egy ilyen passzívabb minőségére az életnek, és hogy amikor úgy a dolgok történnek, de hogy nem teszel rájuk címkét. Mondjuk van egy negatív gondolat, van egy olyan gondolatom, hogy feleségem nem szeret engem, mert mondjuk nem hozott nekem este croissant. És akkor ez a gondolat így jön. De ezt így nem mondom rá, hogy ez jó vagy rossz. Csak nyugtázom, hogy most volt egy ilyen gondolatom, hogy a feleségem nem szeret engem. Furcsa, tehát magát a gondolatot elfogadom. Mert hogy értitek ezt a különbözőséget, hogy nem hitelesítem, hanem csak egyszerűen hagyom, hogy ez a gondolat ez most lehessen. Hogy miért mondtam ezt el? Azért is, és még van egy, amivel gyakran összeszoktuk az elfogadást például keverni, az az eltűrés. Az eltűrésben egy jó van, rendben elfogadom, büdös a lábad, nem, rendben van, elfogadom. Úgy beszélsz velem, hogy a haja még nekem, nem baj, elfogadom. Sokszor az eltűrés az egy picit olyan jelent, hogy valahol a másiknak a viselkedése, vagy az, amit ő éppen csinál, az nekem okoz egy feszültséget, és azt mondom gyakorlatilag, hogy ezt a feszültséget én most hordozni fogom, függetlenül attól, hogy az nekem jó vagy rossz hosszú távon, vagy nekem rám nézve ártalmas, hogy hosszú távon vagy nem. Tehát ez megint egy más minőségű szó. Van egy-két fő meggyőződés szerintem, amit érdemes magunkévá tenni. Az első ilyen, az például az, hogy az embernek szerintem nincsenek például ilyen jó meg rossz tulajdonságai. Az embernek tulajdonságai vannak, és csinálhatunk, és belekerültünk olyan helyzetekbe, amikor ezek a tulajdonságok vagy vonások mondjuk elhatalmasodnak, és ezzel okozhatunk a környezetünknek meg magunknak pozitív meg negatív kimeneteleket. Tehát nem az embernek vannak jó meg rossz tulajdonságai. Ez szerintem egy fő ilyen meggyőződésbeli alap, ami az elfogadáshoz segít az embert. Már nyilvánvaló, hogy sokszor pont erről beszéltünk itt az ebédszünetben, hogy mi szakmánkban is például gyakran előkerül ez az idealizálás. Hogy engem is, mint pszichológus néha idealizálnak, hogy én vagyok az a nagyon megértő, nagyon türelmes, mindenkivel empatizáló, mindig a másikra ráhangolódó valaki, de ha amikor én agresszívé válok és türelmetlenné, akkor azt mondják, hogy tessék! Most kiderült. Most kiderült, hogy milyen vagy te valójában. Miről van szó? Arról van szó, hogy a másik engem csak egy pozitív minőségben tud látni. Úgy tud elképzelni, hogy felruházott engem egy csomó pozitívummal. Azt mondta, hogy én egy jó ember vagyok, egy jó segítő vagyok, egy jó pszichológus, mert ez a sok pozitív, ez rám igaz. És gyakorlatilag akkor itt véget is ért a sztori. Mennyire más lenne, hogy úgy elmenni egy segítőhöz, hogy ő egy ember, aki így is tud viselkedni, meg úgy is tud viselkedni, de nem azért mentem el hozzá, mert ő egy szuper valaki, hanem azért mondtam, mert lehet, hogy van esetleg egy olyan elméleti tudása, egy gyakorlati tudása, mert az én életemhez hasznos szempontokat tud adni. És ennyi. Ennyiről szól a történet. Nagyon sokszor nem így menjünk. És ez azért is fontos, mert az embereket, vagy magunkról az eseményeket, azokat így ne tegyük dobozokba, mert nyilvánvaló, hogy másokhoz sem fogunk tudni egyébként elfogadóan viszonyulni, akkor, hogyha ez a kategorizálás, ez megmarad. Na most itt jön egy olyan ok, szerintem, ami gyakorlatilag az elfogadást azt nagyon sok helyzetben nehezíti. Ez például az, hogy amikor a saját ideáink között élünk, hogy a dolgokat azt nem ilyennek meg olyannak látom, hanem
azt mondom, hogy vannak jó, meg rossz emberek például. És hogy volt egy kliensem, akivel ezzel kezdtünk egy kicsit foglalkozni, hogy pszichológiában ugye ez az elég jóság fogalom, ez állandóan előkerül. Elég jó gyerek, elég jó anya, elég jó pedagógus, hát mi az, hogy elég jó? És volt egy ilyen kliensem, hogy nagyon perfekcionista, 120%-on tovar mindent, és mikor felvetettem neki, hogy mi lenne, ha beszélgetnénk egy kicsit arról, hogy a különböző szerepeidben az életedben te hogyan tudod magad elég jónak látni, már maga a mondat ilyen zsigeri szintű ellenállást váltott ki belőle. Mi az, hogy elég jónak? Olyan nincsen, hogy elég jónak. Őnek ez elég jó, az azt jelentette, hogy az ember lusta. És elfogadja azt, hogy most jó, mai nap a 20 km helyett csak 15-öt futottam. Ez egy nagy nulla. Ez nem elég jó, ez egy nagy nulla. Nyilván nincs erről szó. Nyilván, hogy mindannyiunkban vannak ideák, de sok esetben az ideáink inkább akkor segítenek minket, hogy azok irányok és nem célok. Mert hogyha célokként vannak bennünk az ideáink, akkor nyilvánvaló, hogy egy állandó elégedetlenség lesz az életünk, és semmit nem fogunk tudni elfogadni. Se másokat, se mások reakcióit nem fogjuk tudni elfogadni, se a magunkét nem fogjuk tudni elfogadni, hiszen mindig ott lesz, hogy de miért nem így csináltam? Én is felteszem magamnak ezt a kérdést, szó ne essen arról, hogy ha valamit úgy érzek, hogy nem megfelelően kezeltem, hogy ezt nem lehetett volna másképp csinálni. Viszont az jó, hogyha van benned azért egy viszonylagos tartomány, ami arról szól, hogy mit jelent elég jónak lenni. És akkor kicsit így még piszkáltam is ezt a kliensemet, nem álltam itt le egyébként, akit ez előbb említettem nektek, kérlek, a perfekcionizmus volt a téma, hogy belefér a te elég jósággal alkotott fogalmadról, most beszélünk róla úgy, mint társról, hogy mondjuk meglátsz egy csinos nőt, és mondjuk egy-két havonta esetleg arra gondolsz, hogy bele lefekszel. Az belefér az elég jóságba. Mert ugye mondhatjuk, hogy nagyon kényszeres, nagyon perfekcionista embereknek már sokszor az is például bűntudatot okoz meg szorongást, hogy ilyen gondolataik vannak. Például nem, de még nem is csinált semmit az illető pedig. És akkor elkezdtük egy picit finomítani ezt a képet, hogy hogyan láthatná ő magát például elég jónak, vagy nem csak magát, hanem a környezetében lévő embereket elég jónak, vagy olyannak, amilyenek. Azért fontos talán egyébként erről beszélni, mert általában az elfogadás az egy csomó esetben, de a pszichológiában is, olyan témáknál szokott előkerülni, amik veszteséghez kapcsolódnak. Gyászfeldolgozás például. Mi a gyászfeldolgozásnak a vége? Ugye ez egy elfogadással teli állapot. Pont egy ilyen passzív minőség, hogy például amikor ránézek mondjuk az ex-páromra, akkor valami olyasmit tudok mondani, hogy hát jó, ez most így alakult, ezek voltak a pozitív élmények, ezek voltak a negatív élmények, és gyakorlatilag, ha visszagondolok rá, akkor tudom azt mondani, hogy ennek a kapcsolatnak meg voltak a nyereségei, nyilván voltak veszteségei is, de hogy ez így történt. És nincs bennem indulat, nincsenek már bennem rejtett elvárások, hogy neki még azért illene ám bocsánatot kérnie, hanem úgy azt mondom, hogy ez most így történt. Most nyilvánvaló, hogy például a veszteségfeldolgozásnál is látszik, hogy az, hogy valamit el tudjunk fogadni, az sokszor nem egy döntés kérdése. Mondhatom azt, hogy az exem például, aki megcsalt engem, amikor nem csalt meg az exem, de ez egy jó példa, hogy én most eldöntöm, hogy én most ezt neki meg fogom bocsátani, és elfogadom, hogy ez így történt. Ez nem ezen múlik, ez egy folyamat sok esetben, hogy te valamit sikerüljön neked valamit elfogadni, akár saját magaddal kapcsolatban, hogy sikerüljön elfogadni azt, nekem is nehéz volt például elfogadni például az önérzetes arcomat. Van egy ilyen arcom, egy ilyen önérzetes arcom, aki úgy például meg tud dolgokon sértődni. És hát, hogy egy jó pszichológus, egy olyan, aki empatizál másokkal, az nem sértődik meg semmit. Hát ez mindig látja a másik szempontot, nem veszi magára a dolgokat. És hogy ezt is nehéz volt elfogadni, de ez is egy folyamat igazából, hogy nem onnan indul feltétlenül, hogy én már is azt mondom, igen, ez az arcom, ez létezik, időnként szoktam így is reagálni, nem mondom, hogy ez a megfelelő, de egy adott helyzetben lehet másképp is csinálni, de hogy van ilyen. És hogy honnan indulunk sokszor el? Például, hogy tagadjuk. Nem, hát hogy lennék már ilyen? Nincs ilyen bennem. Hát én mindig jól reagálok a helyzetekre.
Még dühösek is leszünk a másikra, amikor ezt elmondják nekünk. Vagy a másikra leszünk dühösek, hogyha mondjuk ezt benne is ugyanúgy utáljuk, mint magunkba. Például, ugye mi az egyik oka annak, hogy például valakinek egy adott viselkedését nem tudjuk elfogadni, hát hogy mi is például ugyanolyan vagyunk. Vagy alkudozunk, hogy jó, de hát ez még belefér, hát ez még nem is önérzeteskedés. Hát mert az önérzeteskedés az nem itt kezdődik ám, hát gondolja az anyósodra, és akkor ő önérzetes, de én, hogy lennék már az, amikor ki is magyaráztuk az egészet. És akkor lehet, hogy van olyan fázis, amikor azt mondja, hogy hát azért úgy néha elszomorít, hogy ilyen vagyok, de végül is ez néha nem okoz nekem kellemes nehézeteket, de hát ez van. És akkor úgy kezdünk így valamire rálátni. Ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy az elfogadás, az, hogy másokat is hogy el tudjuk fogadni esetleg olyannak, amilyenek, hogy ezt mennyiszer mondjuk, hogy olyannak, amilyenek, annak való előfeltétele ez is. Például, hogy magamban például mennyire látom ezeket a folyamatokat. És ugye ez egy folyamat, mondta az anyag, hogy ez egy folyamat. A saját magunk elfogadása. Igen, ez talán az előzménye lenne ennek, bár érdekes kérdés az, hogy akárhogy lehet-e úgy segíteni mondjuk magunknak abba, hogy elfogadjunk valamit, amit nehéz elfogadni, akkor először másnál fogadjuk el. Én ilyet is csináltam például, hogy mondjuk a... Például mondtam ezt a perfekcionista ezt példát, például olyan embernek, akinek az ideájai erősek, lehet, hogy például a környezetében nehezen tud mit kezdeni az önzéssel. Azt mondja, hogy hát ez egy borzasztó dolog, hát valaki önzően viselkedik, és az önző alatt azt értem, hogy nem csak az önérdek érvényesítésre helyezi a hangsúlyt, hanem adott esetben ez a kárt is okoz a másik embernek, valamilyen fájdalmat. És úgy érdekes volt például, amikor az önzésemet így próbáltam vizsgálgatni, könnyebb volt ehhez közelebb kerülni, hogy először a más emberek önzését próbáltam megfigyelni, hogy ők miért olyanok. Ez is egyébként egy fontos lépcső például az elfogadás felé, a megértés. Nem tudom, biztosan nagyon sokan ismeritek azt a példát, amikor felszáll egy ember a metróra, és csak annyit lát, hogy ül egy pasas a sorok egyik részébe, és így néz maga elé, és három gyerek, nem tudom, ismeri valaki ezt a sztorit? Egy ember, kettő ismeri, ezt elmondom röviden, és három gyerek, akivel felszállt, össze-vissza rohangál. Üvöltöznek, rugdalják mások szatyrait, kiabálnak, szemetelnek, és hát az ember, aki felszáll a metróra, mi az első, amit mond, hogy lehet így viselkedni, ugye már is egy kritika, mert a kritikáról is mindjárt beszélünk. Már is van egy kritika. És akkor van olyan ember, aki ott a metrón, aki kellően önérzetes ahhoz, hogy azt mondja, hogy na jó, hát azért mindennek van határa, bennünk azért ezt így nem lehet megcsinálni, hogy így szétdúlják az egész vagont, és oda megy ez a pasashoz, és azt mondja neki, hogy hát ne haragudjon már, uram. Azért nem kéne esetleg megnevelni a gyerekeket, és hát figyeljen ide, most jövünk a kórházból, most halt meg a feleségem. A gyerekek mindig nézték, ahogy meghalt a feleségem. Fogalma nincs, hogy mit kezdjek velük. Úgyhogy kéne nekik erre normálisan reagálni. Tehát nyilván, hogyha innen látjuk ezt a történetet, akkor már is csökken bennünk ez a kritikusság. Ugye kritikára való hajlam, hogy minősítsük ugye ezt, ami történik. Érthetőbbé válik ugye az, ami történik. De sok esetben az elfogadásban is ez nagyon nehéz lenni, hogy nem látjuk, hogy valaki mit miért tesz. Az megint egy érdekes dolog, hogy sokszor például úgy akarjuk látni, hogy valaki mit miért tesz, hogy közben a saját ezzel kapcsolatos érzéseinket nem éljük meg, vagy ezeket nem fogalmazzuk meg. Hogy persze, hát miért lehetne tök hiteles érzés az, hogy én felszállok a metróra, és rugdalják a szatyromat, és ettől én dühös leszek. Hát ez tök hiteles érzés. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor, hogyha én ezt megélem, akkor velem valami baj van. Az én tulajdonomat valaki sérti a fizikai, ráadásul fizikai úton. Miért kellene ettől én nekem jól érezni magamat? Sőt, ha azt mondom, hogy jár, de nem is vagyok dühös, ezek csak gyerekek, hát most miért ne rúghatnák szét a szatyraimat, tehát nincs ebben semmi, akkor megint miről van szó? Hát nyilván megint egy távolabb kerülök az elfogadástól, hiszen a valóságtól távolodok el. Tehát, hogy valahol ez is az elfogadásnak a része, hogy azért azt lássam már, ami tényleg van.
És attól akkor nem leszek közelebb az elfogadáshoz, hogy miként élhetek meg. Na most azért fontos egyébként ez az önmagunk, ez az öngondoskodás, mert még a pszichológia is azt mondja, képzeljétek el, hogy szemben azzal a hiedelemmel, hogyha te kvázi elfogadó vagy másokkal, meg magaddal, akkor ma jó felmented őket, meg magadat. Pont az ellenkezőjét mutatja a pszichológia is. Hogy az derül ki a kutatásokból, hogyha te, neked van képességed az öngondoskodásra, amikor például a hibáiddal szembesülsz, vagy a tévedéseiddel, akkor sokkal alkalmasabb vagy arra, hogy túl felelősséget tudj vállalni. Tehát ha úgy látod a te saját megnyilvánulásaidat, vagy tetteidet, amikor esetleg másoknak fájtak, hogy az rossz, mondjuk szégyelled, nyilván a szégyennek lehet például egy olyan hatás, hogy akkor azt mondom, hogy akkor el is menekülök a helyzetből, elbújok a felelősségem elől. Szerintem a szégyen meg az elbújás, az például két nagyon jól összekapcsolatú fogalom, akkor nehezebb lesz felelősséget vállalni azért, amit mondjuk esetleg csináltál, vagy másnak a felelősségére esetleg rámutatni. Viszont, hogyha megvan benned, például a saját öngondoskodásodról hajlom, akkor könnyebb. Volt ilyen kísérlet is például, hogy azt hiszem valahogy úgy, az volt a lényeg, hogy két csoport volt, és az egy csoport egyik részének azt mondták, hogy figyelj ide, két feladat közül lehet választani. Az egyik feladat egy nagyon izgalmas, élvezetes feladat, a másik az dögunalmas vacak. És viszont, ha te az élvezetes, izgalmas feladatot választod, akkor a másik csoport fogja azt a szenvedést okozó feladatot választani. Tehát előre ugye meg volt határozva az, hogy ha te valami mellett döntesz, akkor te önző vagy gyakorlatilag, mert te azt tudod, ami neked jó, és más miattad fog szenvedni. Tehát kicsit ez volt az üzenet. És érdekes volt, hogy azoknál, akik az izgalmas, érdekes feladatot választották ebben a tudatban, sokkal inkább megvolt a nyitottság a felelősségvállalásra, ha mindezek után afelé hangolták őket, hogy öngondoskodjanak, tehát hogy kedvesen megérteni tudjanak egyébként a saját tévedéseikről, hibáikról például beszélni. Na most kicsit tovább megyünk. Ilyen helyzetben, hogy már következő ilyen fogalom, ami fontos lenne ezzel kapcsolatban, hogy a kritikusság. Hogy mit gondoltok arról, hogy szerintetek kik a világon a legkritikusabb emberek? Akik önmagukkal nincsenek megelégedve. Aha. Akkor úgy is kérdezhetném, hogy a személyiség fejlődésünk során melyik az a szakasz, amiben általában a legkritikusabbak vagyunk? Tínédzser? Kamasz. Így van. Miért? A lázadnak. Igen, lázadnak. Mert velük is a legkritikusabbak azért. Akár. Hogy őket akarják megnyírválni. Így van, velük is nagyon kritikusak. És hát nyilván egy csomó kér belső bizonytalanságuk van, hogy jó vagyok így, nem nagy a fülem. Jól áll ez a ruha? Tetszem a másiknak? Aki nem a mi csoportunkhoz tartozik, az biztos hülye. Tehát nyilván egy ilyen, van sok esetben egy ilyen kétségbeesett identitáskeresés, hogy ki vagyok én, és nyilvánvaló, hogy úgy tudom csak magamat el meghatározni, hogy minden mást elutasítok, ami nem én vagyok. Tehát, hogy mert szorongok, hogy mi van, ha kiderül, hogy amilyen én vagyok, az nem is jó. És aki nem zöld csapkába jár, most ne a légiósokra gondoljunk, csak eszembe jutott valami, hát az akkor rossz. És hát nyilván ezért, mert még a saját identitásomat se találom meg sokszor, és így derül ki igazából, hogy legtöbbször mi van a kritikusság mögött? Szorongás valójában. Szorongás van mögötte. Valójában ez van mögötte, hogy mi van, hogyha kiderül, hogy a másik viselkedése, amit én fenyegetőnek tartok, az valamit megmutat nekem. Ez a szexualitásban még inkább igaz? Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem ott is lehet az, hogy abszolút, hogy például mondjuk valakinek van egy olyan szexuális szokása vagy viselkedés, ami ezért nem tudok kapcsolódni. Most ne azt értsük, hogy minden része az, hogy tudatosan komoly fájdalmakat okozunk egymásnak. De mi van, ha kiderül, hogy ahogy én élem mondjuk a szexualitásomat, az mondjuk egy beszűkült, unalmas valami. És hogy igazából a másik megszabad. És én gátolatlan vagyok, és ezért mondjuk kritikus vagyok egy sokkal, vagy én gátolt vagyok, és mondjuk ezért kritikus vagyok egy nálam sokkal gátolatlanabb emberrel szemben. A kritikusság, és megint hozzáteszem, hogy nem azt jelenti még egyszer, hogy egyetértek valamivel. Tehát, hogy lehet valamire azt mondani, hogy én, nekem szerintem ez nem oké, de
lehet, hogy lesz bennem elfogadás a másikkal kapcsolatban, és nem is mindig elsőre lesz, tehát mint a metrós példánál is, hogy az, hogy én nem elfogadom, vagy nem tudom, nem értek egyet azzal a viselkedéssel, hogy mondjuk a kisgyerekek szétrugdalják másnak a szatyrait, az nem biztos, hogy egyelő az ő kritikus vagyok az apával. Lehet, hogy az első zsigeri reakcióm az ez. És itt lenne érdemes egy picit ránézni arra, ugye, hogy igazából miért is nehéz nekünk ez az elfogadás történet, hogy miért van az, hogy igazából sok mindenről például véleményük van, sok mindenre azt mondjuk, hogy az rossz, sok mindent elítélünk. Elsősorban inkább tart a környezetem, és én is tartom magamat inkább ilyen lazább elfogadó embernek, és kevésbé kritikusnak, de régen én is nagyon sok ilyen belső elvárásban értem, hogy mit hogyan kellene csinálnom, másnak mit hogyan kellene csinálnia. És például az egyik ok, ami miatt ezt éltem meg, az tipikusan arról szólt, hogy a másik rendelkezett valami olyan adottsággal, tulajdonsággal, amire én vágytam volna. Csak úgy éreztem, hogy én azt nem tudom elérni. Mit gondoltok például, hogy a vágyból hogy lesz irítség? Van erről valakinek valami gondolata? Tehát a gátolt akoljunk. Mármint, hogy vagy belső gát, vagy külső akár gát, külső is lehet, az, ami miatt nem érhetjük el azt, amire egyébként vágynánk, akkor ha megváltjuk a külső környezetben, az kelthet rossz érzést, és két, hogy reagál erre. Abszolút. Hát abszolút lehet külső gát is, tehát hogy manapság lehet, hogy picit nehezebb elképzelni, de mondjuk itt külső gát lehet olyan, hogy például én dolgozom olyan gyerekekkel egyik iskolában, akiknek hát speciális sérültségek vannak, tehát akár tolószékesek mellettem, így ugye nem csak mozgásukban korlátozottak, hanem értelmileg is vannak elmaradásaik, valláskárosultak, stb. És én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy szoktak-e irigyek lenni. És tök megérteném, ha azok lennének egyébként. Hogy azt mondanák, hogy a fene egyenek, hát nekem miért nem jutott ez, meg ez, meg ez. Hogy én miért nem tudok szaladgálni, miért nem tudok focizni, miért nem tudok úgy egy lányal sétálni a Dunaparton. És a társaim megmesélik közben, hogy ez milyen jó. Hát igazából valahol ez az elfogadásnak is lehet ez egy akadálya, amikor gyakorlatilag azt nézem a környezetem, hogy valakinek egy olyan tudása, adottsága, készsége van, amit úgy érzem, hogy bőlem hiányzik. Vagy valahogy, hogy nem tudom elérni, vagy gátolva vagyok benne. És mit kell ilyenkor tenni? Hát az első, hogy megnézni, hogy ez a gát, ez valós-e. Szerintem. Hogyha a gát az egy valós gát, akkor meg lehet azon gondolkodni, hogy tudok-e bármit kezdeni ezzel a gáttal. Ha például én azt mondom, hogy így pasitól szoktam hallani, amikor akiknek így például nőkkel való kapcsolattal bajlódnak, hogy vagyis vannak ezek a köcsög manusok, akik mindenkit megkapnak. És akkor csomó esetben ugye itt is kritika, tehát kritika egy olyan férfiról mondjuk, aki dominánsabb, mint én például, mi van megint mögötte? Irítség, mi van az irítség mögött? Egy vágy. Hogy én nekem nincs az, ami neki van. És hogy én is szeretnék esetleg átélni azt, hogy a nők rám figyelnek, hogy hatással vagyok a nőkre, hogy bizonyos dolgokat megkaphatok. És itt például az egy kérdés, hogy lehet-e változtatni például azon, ami a gátoltság, gátat okozza. Tehát például tudok-e dominánsabbá válni, tudok-e fejlődni, képesítőke válni arra, hogy én is tudjak hatni a nőkre. Tehát, hogy ezt a gátot, ezt át lehetett törölni. Nyilván van olyan is szerintem, amikor nem tudom áttörni ezt a gátat. De amit az én példaként mondtam, az tipikusan ilyen, hát akkor megint van egy másik előjeli folyamat, amit meg úgy hívnak, hogy gyász. És akkor vissza is utalhatunk megint csak itt az előadás elejére, hogy ugye nem véletlen az, hogy a gyászmunkának az egyik legmeghatározó fogalma az elfogadás. Egyben, ahogy én például arra vágyni, nem fogom tudni megélni, akkor nem tudok más csinálni, de tudok, szenvedhetek, ez a másik, amit tudok csinálni, de is gyászolhatom esetleg ezt a vágyamat. Emlékszem legutóbb például, amikor tartottam itt az előadást, akkor volt egy ilyen kérdés, hogy jó, de mit csináljak azzal, hogyha itt vagyok férfiként, és van ugyan párom, de hogy a nők azért úgy foglalkoztatnak engem, de én nem akarok hűtlenkedni, én nem akarom megcsalni, nem akarok mással lefeküdni, és akkor mondtam egy ilyet, hogy hát akkor el lehet gyászolni ezt a vágyat.
akkor így emlékszem arra a arckifejezésre, amit fogadott, hogy így, na ne, nincs valami jó. Morpheus, adj egy másik kapszulát inkább. De kicsit ez volt az érzésem, hogy valami mást mondjak már. Ez egy nem jó gondolat. És az átkeretezés? Elindítessék. És az átkeretezés? Hogyne, az segíthet. Az is a része a gyászmunkának szerintem. De az, hogy például meglátom a nyerességeket, egy veszteséges folyamatban segít elfogadni mondjuk azt, ami éppen van, az lehet. Viszont a másik résznél, hogyha egyébként ez a gát, ez áttörhető, ott meg nem azt kell elfogadnom szerintem, hogy azt a valamit azt én nem fogom tudni sose elérni, hanem azt a helyzetet, amiben most vagyok. Vagy esetleg azokat a hiányosságaimat, amik még most megvannak. És itt jön megint az, amit az elején is mondtam, hogy emlékeztek a kutatási például, hogy akkor fogok tudni felelősséget vállalni jobban a hiányosságaimért, hogyha ezt az öngondoskodást gyakorlom. Ha például arról a helyzetről, hogy amiben mondjuk ez a pasi van, hogy akit meséltem nektek például, hogy a köcsök férfia, ő úgy beszél magára, hogy hát igen, most még ezekben a dolgokban kicsit ügyetlen vagyok, kéne fejlődni, de van egy csomó pozitívum, ha itt tud magával beszélni, hogy ez a belső dialógus, ami őt működteti, akkor jobban fog tudni felelősséget válni azért is, hogy tegyen valamit magáért. Mert hogha nem ezt gyakorolja, akkor mi marad benne? Szégyen. Hogy én kevesebb vagyok, mint ő. Én rosszabb vagyok, mint ő. Ez az egyik. Aztán a másik, ami szintén ide tartozik, hogy időben ugyanállunk, 45 tök jó, hogy lehet olyan is, például erről még nem beszéltünk, hogy például esetleg azért nem tudok valamit elfogadni, vagy más viselkedésében, vagy akár a saját életemben, mert vagy az illető fájdalmat okozott valamilyen módon nekem, vagy pedig olyas helyzetre emlékeztet az a szituáció, ami történik, ami nekem valamikor fájdalmat okozott. Tehát én feltettem ezt a kérdést, pont ebéd közben beszélgettünk ilyen kapcsolatokról, és feltettem itt az egyik a kollégának azt a kérdést, hogy oké, de hogy tegyük fel, hogy van mondjuk egy felnőtt férfinő kapcsolat. Ez a férfinő kapcsolat mondjuk arról szól, hogy van egy férfi, aki időnként megjelenik a nő életébe, és nyújt bizonyos dolgokat. Lehet, hogy nem csak szexuálisan, hanem esetleg érzelmileg, de nyilván a saját belső gátjaiból fakadóan, vagy másokból fakadóan többet nem tud nyújtani, vagy nem akar, függetlenül, lényegtelen. Legyen ez az alaptörténet. Miért kell, hogy ez szenvedést okozzon? Nyilván, hogy ott van az, hogyha valami nekem örömmel teli, és sok pozitív élményt okoz, és azt a dolgot azt elveszítem, hogy az ember eltávolodik tőlem, aki ezt mondja, hogy a szomorúságot hozhat az életembe. Ez érthető. Ezt én is értem. De mondjuk miért kell, hogy mondjuk ezzel kapcsolatban kritikus legyek, és azt mondjam, hogy ez a férfi, ez bánt engem. Volt egy ilyen kliensem, aki azzal jött, hogy hát ő nem tud megbocsátani az exének, és akkor hát kérdeztem, hogy mit csinált az exe vele. Ez egyébként egy férfi volt. És azt mondta, hát, hogy azt csinálta, hogy hát képzeljem el, hogy hát összejöttek, és egyszer azt mondta, hogy na most milyen jó együtt, és akkor járjunk, és stb. Aztán egy hét múlva már totál mást mondott, akkor szakított velem, és én próbáltam volna bízni, de nem tudtam. Tehát, hogy úgy érezte ez a férfi, hogy ő az önbizalmát eljátszották gyakorlatilag, és ez neki fájt. És akkor mondta, hogy persze, hogy azóta már ő is tovább lépett, már van másik kapcsolata, de hogy valamiért azért nem tud megbocsátani, mert hogy nem kért tőle ezért bocsánatot az exe. Ugye ez tipikus akadály szokott egyébként a megbocsátásnak tenni, hogy feltételhez kötöm a megbocsátásomat. És azt mondom, hogy ez csak szimmetrikusan tud működni. Tehát csak úgy lehet megbocsátani, te is mondod, én is mondom, ő is elismeri, én is elismerem, és akkor úgy. Egyébként nem csak így tud működni, pont az enyém, hogy lehet a szimmetrikus. És pont a másik lényeges dolog, hogy nem kell a feltételhez kötni. Miért ne tudnék én megbocsátani, hogyha attól még, hogy ő nem kér tőlem bocsánatot. Na most akkor elkezdtünk erről beszélgetni egy kicsit, hogy igazából ez a nő, aki időnként feltűnt az életébe, hogy,
hogy hát, hogy ő magában nyilván egy ilyen bántó, ilyen elhagyó, egy ilyen kiszámíthatatlan, ilyen képként élt benne az exe. És ugye elkezdtünk róla beszélni, hogy van-e olyan, hogy valaki adott helyzetben, adott szinten egyszerűen csak ennyit tud nyújtani. Hogy nem tudja azt nyújtani, amire szükségünk lenne. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként ő nem képes a fejlődésre, és hogy ne tudna magából többet kihozni, de azon szinten ennyit tud nekünk nyújtani. És mindegy, hogy milyen okból. És lehet, hogy nem csapták őt be, hanem tök őszinte volt, amikor ez a lány azt mondta neki, hogy most úgy érző, hogy bele lenne legszívesebben. Hogy akkor éppen ő tényleg így érezte. Aztán egy hét múlva már nem érezte így. Hogy lehet-e ilyen? Hogy lehet-e azt elfogadni, hogy akkor ezt így érezte, utána meg nem érezte. És nem azért, mert hogy az a lány őt bántani akarta, hanem ez a lány ezen a szinten így tudott működni. Egyszerűen. És ugye ebben nem volt semmi tudatosság, nem volt manipuláció, nem volt hazugság se. Hanem ő ezen a szinten így tudott működni, így tudta a saját vágyat hitelesíteni. És akkor nyilvánvalóan így már más értelmezést nyert az egész történet. És lényegében, hogyha azt látjuk, akkor miről szól a történet? Hát arról szól a történet, hogy van egy felnőtt férfi, meg van mellette egy érzelmileg esetleg labilis, az érzelmekből bizonytalan nő, aki időnként próbál hozzá valahogy kapcsolódni, de nem nagyon tud azon a szinten, ahogy éppen van. Tehát már is a történet sokkal elfogadhatóbbnak tűnik így ebből az olvasatból. Az volt a kérdésnek egyébként a lényege, és itt gondolok arra, hogy ez a nekünk mi okozhat fájdalmat, vagy miért tűnhet fájdalmasnak ez a helyzet, hogy gondoljunk arra, hogy mi a különbség mondjuk e között, mi a különbség mondjuk, ha ezt egy gyerekkel csinálják. És én mondtam itt az előadás elején, hogy sokszor ugye mások viselkedését vagy reakcióit azért tudjuk esetleg nehezen elfogadni, mert él bennük egy sérült gyermeki rész, aki fájdalmasnak éli meg még a jelenben is azt a helyzetet valamiért. Mit gondoltok erről, hogy ebben a helyzetben mondjuk ez ennél a példából kiindul, amit mondtam, hogy miért nem volt nehezen elfogadható például ez a viselkedés, amit a lány csinált. Miért nem tudta lazán kezelni a fickó, és azt mondja, hogy hát ez a csaj most ennyit tud nyújtani, hát ez van. Szülei elhagyták. Mert ismerős volt neki. Hát így van. Ismerős volt neki az a helyzet, amit együtt ugye megteremtettek, és ugye ami a belső hiányaira reflektált rá, és azokra a fájdalmakra, amiket ő átélt. És hogy nyilvánvaló, hogyha beszűrődünk ebbe a fajta fájdalomba, az jelent mindig egy ilyen központoságot. Tehát nem is nagyon tudunk ezen gondolkodni, hogy vajon miért így történhet, vagy vajon miért ezt áthatja. Egy hasonló példát mondanék még el nektek, ami szintén ehhez kapcsoló, és ez is például sokszor az elfogadást tudja nehezíteni, itt is egy ilyen vesztesség, itt is egy ilyen szenvedés történt, vagy egy ilyen méltánytalan helyzet, az volt a sztorinak a lényege, szintén egy kliensem, aki belekeveredett egy ilyen olyan jogi helyzetbe igazából, amit nem érdemelt meg. Most nagyon egyszerűen mondtam, mert nem mondom el, hogy milyen jogi helyzet. Lényeg, hogy ő nem csinált semmi olyat, amiért indokolt lett volna, hogy ebbe a jogi helyzetbe őt bevonják. És eljött hozzám, és azt mondta először nekem, hogy hát Geri, hát ez egy baromi igazságtalan dolog, és hogy hát egyszer el sem tudom képzelni, hogy kerülhettem bele ebbe a szituációba. Hát pont én, aki mindig tök korrekt és rendes és mindenre odafigyel, pont én kerülök bele ebbe a helyzetbe. És érdekes egyébként mindig az olvasat, hogy először itt jön az átkeretezés, de azt mondtam neki, hogy hát igazából még nem történt semmi igazságtalanság, hiszen te pont most kaptál egy lehetőséget, hogy elmenj a bíróságra, és elmondta, hogy te nem csináltál semmit. És egyébként valóban ez lett a sztorinak a vége, hogy semmi nem büntetéstől nem. Szerintem nyilván most ez a stressz, ami ezzel járt, ez benne volt a helyzetben, viszont nem is ez okozta az igazi szenvedést, hanem igazából az igazi szenvedést az okozta, hogy picit ő is az ideái között ért, mint amit mondtam az előadás elején, hogy azt mondom, hogy például vannak igazságos helyzetek. A világnak igazságosan kell működni. Szociálpszichológiában van például egy tipikusan egy ilyen elméleti megközelítés, amit úgy hívunk, hogy igazságos világból vetett hit. Például az áldozott hibáztatás is ebből fakad. Majd mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha a világ igazságosan működik, és én ebben hiszek, hogy a világ igazságosan működik, akkor mindenki azt kapja, amit megérdemel. Sokunkban lehet egy ilyen belső meggyőződés. És akkor ezért mondjuk tévesen azt, hogy aki mondjuk
áldozattá vált mondjuk valamilyen helyzetben, mondjuk erőszak következményként, hát ő tehet róla. Miért járnak a csajok miniszoknyába? Hát nem, ezzel provokálták ki. Ez egy téves gondolkodás alapvetően. És hogy igazából itt is arról volt Svennél a példánál, hogy elkezdtem beszélgetni ezzel a férfival, hogy mit jelent neki ez a helyzet. Mi van akkor, ha ő úgy gondolkodik, hogy a világ egy igazságos hely? Mert ez egy nagyon fontos meggyőződése volt, hogy ő is azért korrekt, mert a világ igazságos, és akkor azt kapom, amit megérdemlek. Pozitív dolgokat. Mit jelent az, hogyha a világ egy igazságos hely, és ő mégse azt kapja, amit úgy érzi, hogy megérdemel? Hát valamit hibázott. Így van, tehát biztos akkor én hibáztam, vagy rossz vagyok. Ugye megint. Megint ugye hova jutunk vissza? Megint oda jutunk vissza, esetleg ahhoz a belső sérült gyerekünkhöz, aki esetleg átélte azt, hogy őt igazságtalanul megbüntetik valamiért, amit nem csinált például, vagy felelősségre vonják. Vagy mit jelenthet? Még kérdeztem tőle, hogy jó, hogyan lehetne esetleg ezt a hiedelmet egy kicsit átfogalmazni. És akkor első kísérlet az volt, hogy hát akkor a világ egy igazságtalan hely. Na most ez se igazán sokat segít, mert akkor meg mit látunk? Akkor megint azt látjuk, hogy hát akkor ez egy elég depresszív ilyen hozzáállást hozhat az élethez, hogy hát úgyis igazságtalan az egész, akkor max egy ilyen fatalista módon így élek bele a világba, és akkor hát úgyis kapom a pofonokat, a jobb már nem lesz. És még megkérdeztem, hogy mi lenne, ha esetleg úgy gondolkodnánk, hogy egy világ az egy olyan hely, ahol történik igazságos, meg igazságtalan dolgok is. Pont a Pál Feri példát mondtam itt az előadás előtt, hogy az ünnelét hoztam föl. Ő mesélte egy olyan sztorit, amikor egy néni elment hozzá, azt hiszem, hogy beszélgetése, hasonló ehhez a példához, és akkor már mindjárt leszűrjük ebből is a konzekvenciát. És azt mondta neki, hogy hát csak azt mondja el nekem Ferenc atya, hogy tudja, hogy mik történtek a most utolsó időszakban az életemben, hogy mivel érdemeltem ezt ki. És akkor mondta neki a Ferivet, hogy hát Mari néni, hát ismeri Jézus, nem tudja, hogy ki volt. Persze, hogy ne tudnám. Hát Jézus, hát hogy milyen sok méltánytalanságot követtek el vele szemben, és hogy mennyit bántották őt, hát ő csinált valami rossz dolgot? Dehogy csinált, hát Jézus hát soha életében nem követett el semmilyen bűnt, hát látja, és mégis, ő vele is hogyan bántak. Jaj, hát atyát, nagyon köszönöm, hogy így megnyugtatott engem, most már csak egy dologra válaszoljon, hogy mivel érdemeltem ezt. Ez szól arról, ez a példa, meg az én esetemben hozott példa, hogy amikor a hiedelmeink szintjén vagyunk elakadva. Tehát azért nem tudok valamit elfogadni abból, ami történik, mert a hiedelem rendszeremmel szembe megy. Tehát én is itt vagyok, jó ember vagyok, és engem mégis bántanak. És nem tudom elfogadni, hogy a jó emberekkel is mondjuk, hogyha egyébként van egyáltalán ilyen, hogy jó ember, mert ez is egy kérdés, hogy van ilyen jó ember, de történhetnek rossz dolgok. Na és hogy érdekes volt itt is az, hogy például itt az átkeretezésnél, hogy kicsit furán nézett nálam valami, amikor mondtam neki, hogy hát mondom, figyelj, mondod, hogy van ez a ered meg minden, és hogy legelőször, amikor találkoztunk, te arra panaszkodtál, hogy ilyen jó fiús vagy, és hogy a nők mindig csak ezt látják benne, még semmi csajozás, semmi kápszer, meg baj, meg nem tudom én. Hát most van egy pered. Hát ez pered. És akkor egy kicsit furán nézettem először, hogy ezt lehet így is látni, de hogy igazából ez is segíti az elfogadást, hogy addig, amíg valamilyen pozitív minőséget meg nem találok abban, ami történik, vagy amit a másik csinál, addig nehéz lesz elfogadni. Tehát amíg csak a sötétséget látom a másikban, a csetetteiben, azban, ami velem történik, addig nagyon nehéz lesz ezt elfogadni. Nem véletlenül mondják, hogy a vesztességfeldolgozás az mindig nyerességfókuszú. Tehát, hogy nem lehet nagyon úgy feldolgozni semmilyen veszteséget, hogy te arra fókuszálsz, hogy így bántottak, úgy ütöttek meg. De azt is ki kell mondani, akkor hatékony, hogyha nyerességfókuszú. Tehát valahogy találni, tehát nagyon fontos találni benne valamit, ami által pozitívabbnak tűnhet az, ami éppen velünk történik. Na most, mi van akkor? Beszéltem ugye arról, hogy az elfogadásban ugye nagy segítséget jelent, ott hagytuk talán abba, hogy
hogy miért fontos számunkra az, hogy értsük, hogy azt, hogy mi történik velünk, és ez hogyan segíti a mi elfogadásunkat. Akár, hogyha például mondtam itt a megbocsátást, mint ilyen lélektani munkát, aminek szintén egy fontos lépcső, hogy megértem azt, hogy miért tette mondjuk ezt a másik. Nyilván ez nem az az első lépcső, hanem nyilván a saját érzéseinknek az átélése. De hogy miért van erre szükség? Nyilván elsősorban azért van erre szükség, mert hogy valahogy emberként, hogyha minket egy olyan szituáció ér, ami esetleg nekünk fájdalmat okozott mondjuk korábban, vagy jelenben okoz fájdalmat mondjuk egy olyan helyzet, ami nem biztos, hogy fájdalmat kéne, hogy okozzon, de mi úgy éljük meg, akkor emberként ott lehet bennünk egy szorongás, hogy például, hogy van, ha ez még egyszer megtörténik. És ezért szeretnék megérteni, hogy ez mi miatt történt. Például tipikusan a traumáknál is ez a kontrollvesztettség, ez egy ilyen óriási nehézség, hogy most mi van, ha megint megtörténik. Érdekes például, amikor valaki képes például saját ilyen kettősségekkel együtt élni, hogy nekem például nagyon sokat segített a nőkkel való kapcsolataimban való fejlődésben az, hogy volt egy időben olyan tapasztalatom, hogy egyszerűen nem úgy sikerültek az ilyen randik, hogy én azt szerettem volna, és én nagyon ilyen analitikus típus vagyok, emlékeztek, itt be is állítottam középre a szellemiséget, hogy az van mindig a fókuszban, a tudatosság, az irányít jó részt mindent, nem elnyomva a többit, de hogy az a legfontosabb, hogy, és én próbáltam mindig így átgondolni, hogy lehetett volna másképpen, hogy jutott el idáig a helyzet, és volt egyszer egy olyan tapasztalat, amikor egy ilyen számomra sikertelen randi után így hazamentem, és azt mondtam, én ezt nem értem. És azt mondtam, hogy akkor én most együtt fogok élni azzal, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem értek. Nem tudom, biztosan tudjátok, hogy Freudnak mi volt ez a életében az egyik utolsó gondolata, hogy sok mindenre rájöttem, csak azt nem tudom, hogy mit akar a nő. Ugye? És hogy nyilván ez nem azt jelenti, hogy nincsenek tapasztalataim arról, hogy például a nők adott helyzetben mire van szükségük, vagy hogy egyáltalán ne lenne élményem, mert rengeteg ilyen élményem van. De vannak helyzetek, amit nem értek, hogy együtt lehet-e például ezzel élni. És ez is segíti az elfogadást, ez egy paradoxon. Hogy lehet egy nőt is könnyebben el fog fogadni, és lehet, hogy ezért ő jobban fog felém nyitni, ha azt mondom, hogy nem biztos, hogy mindent értek, amit ő csinál abban a helyzetben. Lehet, hogy majd később megértem, lehet, hogy soha nem értem meg. De hogy az lehet, hogy a másikat nyitja ki pont, hogy ez a minőségű energia, hogy én úgy állok hozzá, hogy csináld, ahogy most tudod, például. És akkor én ehhez próbálok valahogy visszanyúlni. Ezzel még egyszer mondom, hogy ne azt értsük, mert itt hoztam ezt a példát, hogy amikor itt beszéltem arról a kliensemről, aki nehezen tudott az exének megbocsátni és elfogadni, miért viselkedett úgy, hogy akkor, hogyha mondjuk valaki a szükségleteimre nem úgy válaszol, ahogy én arra vágynék, hogy akkor ezt így fogadjuk el, és akarjuk megérteni, ő ilyen, ez van, nem kell túlagyalni, hanem miért nem mondta? Persze mondhatod, hogy nekem van egy vágyam, például egy olyan vágyam, egy olyan partnerre, aki mást is tud nyújtani, akivel más szinten is tudunk kapcsolódni, és nem azért hagyom itt mondjuk ezt az embert, vagy azért lépek ki ebből a kapcsolódásból, mert hogy ő rossz, mert ő bánt engem, mert ő nem elégíti ki a szükségleteimet, egyszerűen csak azt mondom, hogy másra vágyom. Tehát ez egy más típusú gondolkodásmód. Ebben ott van az elfogadás, még annak az elfogadás is, hogy esetleg nem értem, hogy miért így viszonyul hozzám. Ugye sokszor kliensek is szokták kérdezni, hogy hát nem értem, hogy miért viselkedik velem így, és sokszor van, hogy azt mondom, hogy én sem. Tehát, hogy... És hogy miért, hogy fontos-e feltétlenül érteni mindig. Nyilván a gyerek akarja bennünk megérteni, mert a gyereknek fáj valamiért az, amit a másik csinál. Van egy meggyőződése, egy gondolata arról, hogy miért csinálja vele azt a másik. És igazából ezért akarom megérteni. Mert hogyha esetleg megértem, akkor hát, ha nem fog fájni. De valójában nem ez a cél, hogy megértsem. Nem is biztos, hogy ebbe tudok segíteni, honnan az Istenből tudnám, hanem beszélgetek valakivel egy tanácsadáson, hogy Gipsz Jakab miért nem hívott fel két napja. Honnan tudja? Nem is ismerem. Csak egy asszociáció lehet a történetről mondjuk, amit ő elmesélt nekem, hogy Gipsz Jakab milyen lehet esetleg. Nagyon sokat segít, például az elfogadásban az is, más emberek elfogadása, hogy ők mit miért tesznek, hogy az a meggyőződés, ezt úgy fogalmaztam meg, csak a saját verziómat mondom nektek, hogy én csak egy ember vagyok. Ez alatt ne azt értsétek, hogy én
láthatatlan jelenségként élem az életem. De én csak egy ember vagyok, így elbújok ide a tábla mögé, én nem is létezem igazából, dehogy is nem. Tehát pont hogy sok megélem az engem élő tapasztalatokat, jelzem az érzéseimet. Viszont nem tudom, hogy tudjátok-e például, hogy mi ez egy tipikus kérdés például párkapcsolatban, amit szoktunk kérdezni, mikor mondjuk egy megcsalás megtörténik, amit szokott kérdezni a sértett fél. Az egyik tipikus kérdés az úgy szokott hangozni, hogy tehetted ezt velem. És elgondolkodtam azon, hogy vajon ebben a kérdésben mi a hangsúlyosabb, az, hogy tehetted, vagy az, hogy velem. És igazából az elfogadásban szerintem nagyon sokat segít, hogyha a velemnek már nincsen akkora hangsúlya. Miért ne lehetne engem megcsalni? Mi ember vagyok könyvőben. Tehát miért ne lehetne engem megcsalni? Vagy egyáltalán megcsalás, most ezen is nyilván agonizálhatunk, meg fennakadhatunk, hogy kell-e megcsalásnak nevezni, vagy máshogy is lehet nevezni. De hogy ez a velem, ez mitől ennyire hangsúlyos? Úgyhogy miért fáj sokszor a megcsalás? Azért fáj, mert van egy olyan képünk saját magunkról, hogy mi különlegesek vagyunk a másik számára. És hogyha ezt megteszi, hát akkor már nem. Ez fáj benne, legjobban szerintem. És ez ugye főleg a szerelem alapú kultúránkban gyökeredzik, ugye ez a hozzáállás. És ugye nyilván ez fáj nekünk, hogy hát akkor ezt velem megtették. Ez alatt még egyszer mondom, nem azt értem, hogyha mondjuk a másik ezt elköveti a kapcsolatban, akkor ilyen teljesen ilyen, hogy mondjam, ilyen távolságtartó, ilyen elfogadó, bárgyú tekintettel mondjuk azt, hogy hát jó, végül is van ilyen, jó esett. Tehát, hogy nyilván, hogy emberek vagyunk, nyilván, hogy okoz az érzelmeket bennünk. Viszont, hogyha az elfogadás szintjéről nézzük, és nem a fájdalom szintjéről nézzük megint ezt a kérdést, akkor én inkább azt a kérdést tenném föl, hogy ha mondjuk a másik egy valami olyasmit csinál, amivel ugye a kapcsolatunkból kivonja az energiákat, és máshova viszi azt az energiát, ugye, amit a kapcsolat építésébe is lehetne tenni, akkor van értelme együtt lenni. Tehát, hogy én inkább így tenném fel ezt a kérdést, hogy akkor minek? Tehát, hogyha Jósival annyira jó neki, hogy mindig vele találkozgat, ahelyett, hogy időben hazajönne, és hogy építenénk mi együtt a kapcsolatot, vagy tennénk azért, hogy ez ne legyen szükséges, hát akkor mégis nincs értelme. Tehát, hogy értelmetlen. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy akkor figyelj, hát ennek akkor itt nincs értelme. Hát, minek öntsem egy olyan vödörbe a vizet, amit a húról te lukasztasz ki, és úgy is folyik ki belőle a víz. Bocs, kérdés csak, hogy ilyen esetben azt megvizsgálni esetleg a másik fél megcsalásán nem lehet-e az az oka, hogy ő nem kapta meg a szükséges figyelmet, hogy biztosan, biztos, abszolút. Tehát én most, én abszolút, tehát a megcsalás, hűtlenségből írtam egyébként a szakdolgozatomat az egyetemen, tehát rengeteg aspektusból megközelítettem, és persze meg lehet érteni, hogy mi miért történik. Én arra, most azt próbálom megvilágítani, hogy mi a különbség egy ilyen nagyon én központú, és nagyon az elfogadásnak attól messze álló szemléletmódnak, amikor azt mondom, hogy velem ezt hogy tehetted, és mondjuk mi a különbség a között, hogy azt mondom, hogy rendben van, elfogadom, hogy ti baromi jól érzitek magatokat együtt, tehát akkor én most minek legyek itt, hát akkor keresek valakit én is, akivel én is jól érzem magam, amiben pozitív volt, elgyászolom, és akkor haladjunk. Szóval, hogy nyilván nem ilyen egyszerű, tehát nem így szerint. De ez lenne a megoldás? Nem gondolom, hogy mindig ez a megoldás. Tehát a kérdés feltétele, hogy nyilván az is lehet egy válasz, hogy igazából én azért vagyok a Józsival, mert a Józsi mostában valami olyat ad nekem, amit te nem. Értem. Mit tudnánk együtt tenni azért, hogy ezt esetleg a mi kapcsolatunkba teremtsük meg? Akarod, hogy ezt a mi kapcsolatunkba teremtsük meg? Nyilván, hogy ezt persze átélünk érzéseket, tehát nem megy ilyen egyszerűen ez se. Csak hogy mondom a szemléletet próbálom bemutatni, hogy mi az, mi szerintem a között a különbség, amikor én mondjuk kritizálom és elmondom minden szemét locsónak mondjuk a nőmet egy ilyen helyzetben, mert mondjuk megélem azt, hogy hát én nem is vagyok akkor neki annyira különleges, hogy az, amikor mondjuk átéltem esetleg ennek a fájdalmát, sérelmét, és
és próbálom esetleg afelé vinni, hogy javítsuk a kapcsolatot. Tehát én nem gondolom feltétlenül, hogy egy meccs után szakítani kell, sőt, tehát párterápiás helyzetben a hűtlenségnek külön párterápiás módszertana van, amit mi is például csinálni is szoktunk, tehát nem egyszerű egyébként, nagyon nem, de hogy van, tehát olyan meggyőződést próbáltam átadni nektek, ezt az én csak egy ember vagyok. Tehát hogyha laza emberekre, vagy az elfogadó emberekre szerintem mindig jellemző az, hogy nem veszik magukat annyira komolyan. Az nem azt jelenti, hogy nem veszik komolyan azt, amit csinálok. Én nagyon komolyan veszem ezt az előadást. Én szeretném, ha azt értenétek, amit mondok, felkészültem, összeértem a fő gondolatokat, hogy mit szeretnék átadni. Ezer dolgot lehet még az elfogadás során mondani, de most én például ezeket a gondolatokat szeretném értelmesen átadni nektek. Én ezt nagyon komolyan veszem. De magamat annyira nem például. Szóval, hogy ha valaki azt mondja nekem előadást, hogy figyelj csak, de szerintem ez nem így van, amit mondtál, lehet, hogy tévedek. Tehát, hogy ez a fajta, hogy én csak egy ember, ez nem egy felelősséghárítás, hogy jó, most csak tévedtem, én fel fogom vállalni, hogy én azt mondtam, annak következménye van azt is, viszont nem fogom bántani ezért mondjuk magamat. Ezzel emlékszeztek, mit mondtak? Öngondoskodás segít a saját elfogadásomban is, meg mások elfogadásában is. Egy történettel zárnám az előadást, ami pedig egy kicsit megmutatja esetleg nekünk azt, hogy milyen az, amikor egy például csészét két irányból látunk. Én mondjuk látom rajta ezt a feliratot, a másik nem látja rajta ezt a feliratot. Nyilván ez is az elfogadásnak egy fontos alapja ahhoz, hogy mások hogyan élnek, hogy a más emberek a csészének egy tök másik oldalát látják. Nyilván ismerjük ezt a példát. Párterápiás helyzetben ez is tipikus. Volt egy olyan pár, aki eljött hozzám, nagyon egyszerűen mondom el a történetüket. Volt egy bizalomvesztés, ami abból fakadt, hogy a férfi hosszú ideig elhanyagolta a nőt. És nő eljutott odáig, hogy akkor ő kinyitja a száját, és ugye elindult egy eltávolodás, és ott ültek előttem, és már mondta magáét. És érdekes volt, hogy férfi is elismert ennek egy részét, de mindig hozzátette, hogy ő hogyan érte ezt meg. Amire mindig jött egy másik támadás. És az első ilyen gondolatom ott be a helyzetben az volt, hogy mondom, mennyire érdekes az, hogy ugyanazt a történetre tök másképp emlékeznek. Például, hogy tudok egy kapcsolatban is így létezni, vagy a világban így létezni, hogy lehet egy történet, amit te tök másképp fogsz elmondani. De azt még tudtam, hogy ugyanaz a történet. Nyilván, hogyha az én gondolkodásom, hogy a világról alkotott képen olyan, hogy nem, mert csak az egy történet létezhet, akkor nehéz lesz elfogadással viszonyulni másokhoz, magadhoz is. És itt jött a következő kérdés bennem, hogy oké, ők tök máshogy mondják el ezt a sztorit. Lehet már ugye ez is egy párterápiás cél, hogy tényleg így is lehet ezt látni. Hát el sem tudtam volna képzelni, hogy te ezt így élted meg. Ja, tényleg. Ja, hogy te azért nem jöttél oda megölelni, mert hogy abban a helyzetben, amikor már 150-szer mondtam el, hogy miért nem ölelsz már meg, akkor már ha minden más jobban hiányzott volna neked, csak az nem, hogy engem meg. Tehát, hogy lehet ez is egy cél, hogy mondjuk lássam annak az másik oldalát, és nyilvánvaló, hogy ez fontos cél, viszont lehet egy másik cél is, hogy megértsem, hogy mondjuk miért nem tudom úgy látni. És itt megint visszautalok arra, hogy ugye egy adott folyamatot, vagy egy viselkedés, vagy egy történés, hogy sokszor azért nem tudunk elfogadni, mert fájdalmas érzéseket, élményeket hoz elő. Amikor ez a nő mesélte a párterápiás helyzetbe újra és újra sérelmeket, adtam neki egy olyan visszajelzést, hogy nem tudom, hogy észrevette-e, hogy a múltról jelen időben beszél. Mit jelent ez? Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy nem egy felnőtt döntésképes, az életemet újra alakítani való valakinek látom, hanem annak a sérült gyereknek érzem magamat, abban a szituációban, akit elhanyagoltak. És én hiába mondod el te a másik oldalról, hiába ismerszel, értesz meg engem, és hiába mondod el, hogy te mit láttál, én azt nem tudom elfogadni. És még egyszer mondom, ez nem egyenlő azzal, hogy mondjuk egy ilyen párterápiás esetben én azt csináljam, hogy hát jó, hát elhanyagolta a férje, vagy a párja, hát nincs ezzel semmi gond, így tudta csinálni, hát örüljön, hogy ennyit kapott egyet. Tehát, hogy nem ez a szemlélet. Mert nyilvánvaló, hogy a férfinek ott meg kellett azt értenie, hogy gyakorlatilag az ő párjának nagyon nagy szüksége van a minőségi időre.
hogy az neki a szeretet, egy olyan fontos szeretet nyelve, amire, hogyha nem fordít elég figyelmet, akkor tönkre megy a kapcsolat. Ezt meg kellett, hogy értse. És hogy ezért lépéseket, tehát nem az a cél, hogy akkor jó van, tudja mit, csinál, legközelebb is így. De hogy az nagyon fontos volt ebben a helyzetben, hogy nyilvánvaló, hogy addig ő, tehát nem ért, tehát hogy ne egyet értsen a férfival, hanem hogy elfogadja, hogy vajon abban a helyzetben mi lehetett, és ez nyilván arra lett volna szükség, hogy kicsit ebből a sérült gyermeki világból, ami amúgy a múltról szól, ne jelen időbe beszéljen, és hogy ne így élje meg a helyzetet. Mit gondoltok, hogy a gyermek számára az idő az milyen? Jelen. Igen, tehát hogy amit éppen él. Hogy ott vannak ilyen, hogy múlt, nincs, végtelen. Most is a fájdalomban élek. Nincs ilyen. Tehát, hogyha a sérült gyermekben élem az életemet, akkor én gyakorlatilag a jelenben is a saját sérültségemben élek. Azt a anyukámat látom, aki bánt engem a piacon, a nénibe, aki nem kedves velem, a páromba, aki nem puszít meg, és egy csomó mindenki másban. Én nem azt mondom, hogy éljünk fájdalmak és sérültségek nélkül, mert senki nem él így, én sem élek így. Viszont nyilvánvaló, hogy egy nagyon fontos lépcső a fejlődésünk érdekében az, hogy például rálássunk ezekre a sebekre, mert nyilvánvaló, hogy addig még nem látunk rá ezekre a sebekre, addig téged se látlak. Addig csak azt látom, mondjuk esetleg benned, hogy te vagy az apám, aki engem elhanyagol. Addig nem téged látlak. És sajnos azt mondják, hogy a párkapcsolat az egy cirkuláris logika alapján működik, tehát egymásra hat a két ember, és azáltal létrehoznak egy rendszert. De én azt is mondom, hogy sajnos van olyan helyzet, amikor valaki nem egyszerűen azért, tehát egyszerűen azért megy tönkre egy kapcsolat, mert nem látom a másikat, mert annyira a saját sebzettségemben élek. És hiába küzd értem a másik, próbál utána nyúlni, nem ér el egyszerűen. És egyébként nagyon szomorú ilyet végignézni. Nagyon szomorú ilyen kapcsolatokban élni például, amikor azért nem tud a másik téged elfogadni, mert annyira sérült például. Nem akarom ilyen negatív gondolattal befejezni az előadást. Egy-két kérdésre azért hagyjunk időt. Igen? Nekem ilyen kérdésem van, hogy ugye az elején elmondtad, hogy nincsenek ugye abszolút jó és rossz tulajdonságok. Igen. Nem volt ilyen, viszont mégis úgy éreztem, amiközben hallgattalak, hogy az elfogadást azt a kritikussággal szemben előnyben részesítendőként jelenítetted meg. És például azért volt ez nekem érdekes, mert én úgy érzem, hogy egyes helyzetekben a kritikusság az nekem egy hasznos dolog, és abszolút jól vagyok benne, és nem érzem azt, hogy esetleg el kéne gyászolnom azt, amiért a kritikus vagyok. És az a kérdésem, hogy esetleg mondhatok el példát is, de hogy ezt mit gondolsz erről? Én azt gondolom erről, hogy szerintem az, hogy valamit láthatok jobb másnak is, mint amilyennek látom, az egy tök pozitív dolog. Tehát én mondjuk azt mondom, hogy figyelj, ahogy lejátszottad ezt a dalt, szerintem ezt máshogy is le lehetne játszani, megmutatom, hogy hogyan. És mondjuk megtanítanom neked azt a dalt. Ebben van, mondhatjuk egyfajta kritika, ezt úgy hívja a gondolkodás, hogy építő kritika. Tehát